És start elindult a 2024-es Prezdés Jockey Club for Österreich, az osztrák kancadi 2000 méteres távon, és az indítást követően Léli Lilibetrással megy ére Alberto Sanna, és akkor magának csinálja a tempót. Kérdés majd, hogy ez milyen íram lesz, közepes, vagy esetleg annál egy picit gyorsabb. Giselle galopozik jelenleg a második pozícióban, aztán Csikitit a gör következik. A favoritok talán egy picit egymást is figyelve, egyelőre a boly végén, ugye Resirám egy kicsit most előrébb, mint a Ráadás, mellettük-előttük ott galopozik Udvarhölgy. Kérdése pedig a válasz az, hogy azért inkább közepes ez a tempó, amit Léli Lilibetrás diktál, hasonlóan egyébként a kisbérdíjhoz. Annyit azért megy ott a frontban, hogy legyen 2-3 osz előnye Giselle-lel szemben. A harmadik pozícióban változatlanul kívülről Csikitit a gör, de Udvarhölgy próbál és tud is kicsit gyorsítani, illetve a két ló között Resirámmal Monir Madihi azért próbál gyorsítani, és Resirámnak most a nagy ellenféle Ráadással szemben van nagyjából 2 hossznyi előnye. Az átjárót követően Léli Lilibetrás folyamatosan gyorsít, és elsőként fogja majd elérni az 1000-es támlát, efelől nincs kétség, a falon még mindig mögötte Giselle, kívül Csikitit a gör, középen ott van most már egyre közelebb a vezető lovakhoz Resirám, Ráadással is most már kapcsol egyértelműen Georgiev, Udvarhölgye egyetemben jelenleg az 5.-6. helyen, de abszolút látó távolságon belül. A 800-as táblánál még mindig elől van a Szoltien Svit istáló 3 évese, Léli Lilibetrás, mögötte változatlanul Giselle a második. Resirám a harmadik, Ráadás egyelőre csak az 5.-6. hely környékén, de mind a két lónak nagyon komoly a finise, és egyelőre úgy tűnik, hogy zavartalanul tudnak is zárkózni egymás mögött a két kedvenc, amikor a befutóra fordul a mezőny, akkor nem kétséges, hogy megindítják a támadást, de egyelőre Léli Lilibetrás nagyon-nagyon jó. Léli Lilibetrás tartja az előnyét, és tud gyorsítani. Giselle is remek versenyt fut, Resirám a harmadik, Ráadás meglepetésen nem nagyon tud jönni. Az utolsó 200-nál Léli Lilibetrás, Giselle, Resirám és Ráadás. Egyelőre a két favorit csak a harmadik és a negyedik. Ez óriási meglepetés. Léli Lilibetrás pedig vezet, és start célban megnyeri az osztrák kancadéjat. Léli Lilibetrás a nyerő. Mögötte Giselle a második, a harmadik helyre megérkezik bent a falon Ráadás, Resirám csak a negyedik.